Aztán kezdtem el focizni. Hát már az általános iskolában kiderült, hogy, hogy ö, focista leszek, mivel volt egy nagyon komoly tanárunk, aki már harmadik jött hozzám az udvaron, és mondta, hogy fülön és mondta, hogy gyerünk edzésre. Mert már akkor 5 6 korosztályjal edzettem. Aztán nyilván jött a serdülő ifi, aztán volt egy kis kitérőm Gyulaváriba. Ott játszottam a Gyulavári ifibe úgy, hogy egész meccset játszottam az ifibe, be időt pedig a nagy csapatba. Akkor volt már ilyen szabály, amikor lehetett a nagy csapatba is játszani egy fél időt. Aztán ö, volt egy érdekes szituáció, ami befolyásolta szerintem az egész pályafutásomat. Volt egy nagyon jó barátom, úgy hívták, hogy Rácz Jenő. Osztálytársam volt végig a Rátanyerőből és a középiskolában is. És ö, mi a Gyulavárival, ifivel megnyertük a bajnokságot veretlenül, és rengeteg gólt rúgtunk. Ez megjelent az újságba, és a Gyula Ifi kihívott minket egy, egy meccsre, és megvertük a Gyula Ifit is a, a Standard Gyulán, és akkor Süle Pista bácsi volt a edző Gyulán, és azonnal oda jött hozzám meccs után, és mondta, hogy a holnaptól vissza Gyulára. Visszakerültem Gyulára, de két meccset játszottam, talán még annyit sem az Ifibe, és már föltett a felnőtt csapatba. Úgyhogy Solt Vatkerten emlékszem első meccsemen, nb 3 Ravasz Laci cserélte le Fédőbe, a bácsi és engem rakott be, onnastól aztán már nem kerültem ki a csapatból. Onnan vonultam be katonának, Honvéd kumbélésébe játszottam, ott is bajnokságot nyertünk, ott is nagyon jól szerepeltünk. Ott az elnök már megragadott, van is egy olyan újságcikem otthon, hogy, hogy Honvéd melegítőbe, már a Honvéd csapat melegítőjébe lefényképeztek, és az elnök már akkor mondta, hogy egy válogatott játékos láthatunk a Honvéd Kumbéresébe játszani. Hát ott leszereltem, akkor visszakerültem Gyulára egy, egy két, három, négy meccsre. És volt játszottunk egy edzőmeccset az előrével, még Csankjani bácsi volt az edző. És itt Csabán már a 20. percben 2-0-ra vezettünk, rúgtam két gólt az előrének aztán 2-2 lett a meccs, majd két hét majd Gyulán visszavágón egy ilyen edzőmeccsen rúgtam nekik hármat, úgyhogy onnan kezdve már jöttem ide Békéscsaba. Először csak úgy, hogy itt edzettem, Gyulán játszottam, aztán Vígtibi lett az edző, és sajnos akkor kiesésre állt az előre a 90-es évekbe 89-90-es szezonban, ki is utána az utolsó három meccsen már Pásztor Józsi vett át hazai Svájcból, és ő vett át a csapatot. Ö, ott a végén az utolsó hét mb-es vagy nyolc emberes meccsen már játszottam. Aztán mindenki tudja, hogy hogy MB2-ből cson fölkerültünk abba az évbe, ott már végig standard játékos voltam, aztán utána a 92-es, 93-as bajnokságot is végigjátszottam itt Békés Csabán, majd a ominózus 93-as, 94-es csapatba is ő volt szerencsém végigjátszani. Sőt, abban az évben választottak meg Magyarország legjobb játékosának is innen ö, Békés Csaváról. Innen elkerültem Győrbe, közben bekerültem a válogatottba Racsival, de egy súlyos sérülés miatt ö, nem sokat tudtam hozzátenni a válogatott karrieremhez. Racsinak jobban sikerült, és ö, Verebes Józsi bácsi volt akkor a szövetségkapitány, kapitány, ő vitte el Győrbe, egy súlyos élős, után kerültem Győrbe, aztán ott volt egy kis félreértésem a Bolla Péter elnök úrral, aztán ott egy kicsit abba a labdarúgást egy pár hónapra. Majd nem engedtek el soha, mert két éves élő szerződésem volt, és mondták, hogy azt nem, nem engedik. Vagy ott játszok Győrbe, és úgy kezdem, hogy az, a juniorba, és majd, ha úgy látják, akkor a felnőtt csapatba. Én mondtam, hogy nem akarok a juniorba játszani, akkor hazajöttem Békés csavár itthon éltem egy fél évet, pár hónapot, és Sopron Győr jó kapcsolatra való tekintettel a Győrrel engedett Sopronba. És akkor játszottam Sopronba egy, egy kieső csapatba, egy nagyon-nagyon jó edzőnél, szerintem Magyarország magasan legjobb edzőjénél, a Kislacinál, a Mini Menottinál, aki aztán kikerült innen több külföldi csapathoz, meg mindenhol elég jó csapatokat csinált. Onnan elkerültem a Sopronból a Honvédba és a Honvédba 95-96. szezonban játszottam. Talán egyedül játékosok, akinek nincs a honvéddal vesztes a vesztes ami, meccse. Amelyik meccsen pályára éptem, azt mind megnyertük. Úgyhogy, ahol megnyertük a Magyar Kupát, 90. percben fejeltem a győztes gólt. Ez egy csodálatos dolog volt ott Kispesten. És nem csak, hogy a kupa győztes gólt fejeltem, hanem a végig a egész sorozat én rúgtam vő a győztes gólokat, a sajnos Békés Csaba ellen is, Kispesten is, a Jami napáján lejátszott ominózus, jeges, havas meccsen is, meg is dobáltak a nézők itt Békés csaba hóbolyóval. Na mindegy, csak kis kitérő volt, hogy... Onnan a Kispestről elkerültem a videótomba, ott játszottam egy pár meccset, és nagyon súlyos sérülést szenvedtem. A retinám elszakadt egy meccsen, belepattant a labda is, jó 8-9 hónapot ki kellett hagyjak. Úgy volt, hogy nem is játszhatok tovább, mert, mert minden erőlködésre vagy valamire szét volna a szemem. De aztán kikerültem Svájcba egy professzorhoz, és ő mondta, hogy nincs, nem lesz semmi baj vele megoldottak mindent. Az volt a nagy szerencsém ott Fehérváron, hogy a szemész főorvos volt a csapatorvos, és nagyon hirtelen tudtak reagálni a dolgokra, fél óra már bent voltam a kórházba, nagyon-nagyon profin elláttak külön tereminen, úgyhogy nagyon sokat köszönhetek a doktorulnak. A videótomból elkerültem Újpestre. Ott Újpesten kezdtem magam mert elég sok volt a kihagyás. Hát Újpesten ott voltam egy talán két és fél-három évet. Hát Újpesten más lettünk első évben, másik éve megnyertük a bajnokságot. Egy nagyon-nagyon jó csapat volt a Weber Gyuri vezetésével. Kozapista akkor jött haza Liverpoolba, az Eszonyi Idénes akkor jött haza kintről a mellembe, mellembe játszott. Onna. nagyon jó csapatunk volt. Tóth Norbi, Sebők nagyon-nagyon jó csapatunk volt, úgyhogy sima bajnokság volt a Fradi előtt, hála Istennek és onnan kikerültem Dunaszerda helyre, Szlovákiába. <laughs> ott azért elég komoly állapotok uralkodtak, ott azért a, nem lehetett magyar kocsival járni, ott a maffia bezárkózni, lehet ott eléggé... Úgy inkább menekültem haza, egy három-négy hónap múlva, hogy sőt, súlyosan meg is sérültem a harmadik meccsemen, és <laughs> haza is költöztem gyorsan a feleségem mondta, hogy egy percet nem hajlandó kint lenni. A hát elég komoly levágott fejek a virágtartóba. Akkor lőtték lesz a tíz gangstert a korona, abban a korona étteremben, ahol pont jártunk ebédelni. elég komoly állapotok uralkodtak Szlovákiába akkor. Úgyhogy gyorsan hazaköltöztünk. költöztünk. Játszottam még egy, egy szerintem egy fél évet szombathelyen NB1-be. Aztán hazakerültem Gyulára, Gyuláról, Gyulán játszottam még azt hiszem egy, egy szezont, egy évet. Fölkerültünk majdnem MB2-be, nagyon jó csapat volt, és innen kimentem Ausztriába egy 7 7, 7 8 évet kint játszottam Ausztriába. Majd hazajöttem, elszakadt az ahileszem, sérülés miatt hazajöttem, és itt, amikor megműtötték, kint az osztrák csapatot nem akartam becsapni, mondtam, hogy nem tudom, hogy tudom-e folytatni, már 37 éves voltam, 38, hát nem. Aztán elkezdtem békésen, és még itt játszottam egy, egy 5-6 évet, még itt békés, két egyháza, vésztő, még ide megye egy, megye kettőben még eljátszottam itt egy 2 300 meccset. Aztán eltört a bokám nagyon súlyosan azóta, 4-5 éve pihenő vagyok, úgyhogy ritkában focizok szoktam még játszani, de inkább már a Détár és barátai csapatban, ami Kispestről megmaradt nekem ismertségem. Velük elég sokat játszunk így öreg fiúkba, ilyen buli meccsekre meghívnak minket, árvíz megsegítésére, amit a bevételeket mindig felajánljuk ilyen jótékonysági célokra. Döme nevével elég jól el lehet még adni ezeket a dolgokat, úgyhogy még oda járogatunk. Most már csak edzőként vesz részt, eddig még 3-4 évvel még beállt focizni is. Hát megmondom neked meg, őszintén, hogy én a mai napig ö, motivált lennék arra, hogy, hogy akár megy egybe játszak még vagy MB3-ba. Főleg most, hogy a színvonal az egy picit ö, ö, visszaesett. Féljük, nem kizárt, hogy a következő fél évemet elkezdem a megyeri légierőbe, mert a más barátom mindig minden hónapban fölhív ötször-hatszor, hogy kezdjem már el, kezdjem már el. Hmm, ha csak úgy lenne, hogy holnap kimegyek és elkezdem, csak el kell menni kardiológushoz, különböző orvosi terre és az embernek utána kell járni hetekig, mire megszerzi az engedélyt, hogy fociszhassam. De meg jövőre szerintem vissza fogok térni nagy pályára. Még fiatal vagyok.